Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szalai Borovecki Vince, a miniszterelnökségről. Szép jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Szép jó reggelt, szervusz Péter. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. 5783, Tisré hó 22. napja van, Sminyát Szeret ma van. A polgári időszámítás szerint 2022. október 17-e és hétfő van, ma a hedvigek ünnepelnek. 94 évvel ezelőtt született Ádám Ottó kossuthdíjas magyar színházi rendező. És akkor nézzük, hogy a Magyar Nemzeti Bank mit üzen önöknek. Az euró középárfolyama 4.16.72, míg az amerikai dollár 4.28.15 és az angol font 480.36. Ne felejtsék el, ma Sminyát Szeret napja van. A Vasváriban 8 órakor kezdenek imádkozni, míg a Maszkira 9:30 kerül sor. A Nagyfuvaros utcában viszont a Maszkira, már is mondom önöknek, 11:45 kerül sor. Ne felejtsék el, hogy este ránk köszönt Simhat Tóra, azaz a Tóra ünnepe, imával, tánccal, vigadalommal. Holnap is ugyanez várható ránk, hisz ma csak Erev Simhat Tóra lesz. És akkor már is hallgassák a beszélgetést Szalai Borovecki Vincével a miniszterelnökségről, aki a civil ügyekért leginkább felelős, hatalmas országjáráson vett részt. Milyen eredményekkel járt ez, és mit tudott ígérni a civil szervezetnek az életben maradáshoz? Hát eredményeket egyelőre nem értünk el, mert egyelőre csak meghirdettük azt, ami miatt elindultunk a roadshow-ra, majd rá meghirdettük a NER-nek a 23. évi forrásaira a pályázatokat, amiket október 3-án írtunk ki, és november 2-ig lehet még beadni ezeket a pályázatokat, legalábbis az összevont pályázatokat, tehát a működési és szakmai, mert az egyszerűsített pályázatokat, azokat november 17-ig is be lehet nyújtani. Az ugyanabban a rendszerben, csak ez egy más típusú pályázat, most nem fog belemenni, mert szerintem a kedves nézőket ez kevésbé érdekli, de a lényeg az az, hogy ezt promotáltuk végeredménybe, és nyilván jól sikerül, csak az eredmények majd később jönnek. Annyira még nem látjuk azért, hogy mekkora a pályázási kedv, azt majd a végén fogjuk látni. Én azzal számolok, hogy ugye idén egyébként 13.013 pályázat volt, ez könnyen megjegyezhető szám, azért tudtam ilyen pontosan megjegyezni. Én azzal számolok, hogy azért több lesz, mert nyilván ínséges időket érünk. Én szerintem ez a civileket mozgósítani fogja. Minden esetre annélkül, hogy kedvezni akarnák önnek, de ez egy dicséretre méltó dolog, hogy ilyen nehéz időkben is hely van, és pénzt biztosítanak a civil szervezetek tovább működésére. Hát én azt gondolom, hogy ugye ez egy törvényi kötelezettség, és a NEA ugye törvénybe van öntve. Én azt gondolom, hogy ez persze derék dolog, tehát igyekszünk mindent megtenni. Nehéz időket érünk, bízunk benne, hogy nem is lesz változás abban, amit elmondtunk eddig, tehát én csak egy tudok mondani, hogy szerintem nem lesz, de hát nyilván azért még az év végén jöhet egy költségvetési kiigazítás, sőt jönni is fog. Én úgy látom, egy költségvetési kiigazítás, hiszen a háború miatt még pontosan azért nem látszik, az államot milyen terhek fogják róni majd 2023-ban, mennyire terhelődött meg az államháztartás. Most még ugye még a fűtési szezon elején vagyunk, ugye most még azért még kb. Istenes a helyzet, de aztán a dolog később eléggé elszabadulhat. Tehát egy nagyon nehéz évünk lesz, ez egészen biztos. Várható még egy hónap múlva, hogy az évvége felé még egy pályázat. Egyáltalán mit szól a pénzügyminiszter, vagy a gazdasági miniszterek ahhoz, hogy más a garast is a fogához veri, ön meg megpróbálja életbe tartani a civil szervezeteket, ami persze
nem csak a törvény által van előírva, hanem emberi kötelesség is, ezek a civil szervezetek embereket támogatnak ebből a pénzből. Hát persze, igen, de ugye a dolog, hogy olyan, tehát önmagában azért az emberi kötelesség az így kevés vonat. Tehát én azt a feladatot láthatom el, amivel a jogalkotó engem felhatalmazott, illetve amivel a kormány engem felhatalmazott, más feladatot én nem láthatok el. Ugye a pénzügyminiszter mit szól ahhoz, hogy civil pályázatok vannak, azt nem tudom, de ezt tőle kell majd megkérdezni, de én azt, tényleg azt a feladatot tudom ellátni, amivel megbíztak engem, azt igyekszem jól ellátni. Meglátjuk azért. Tehát... Ezen az országjáráson nagyon sok emberrel találkozott, nagyon sok civil szervezetnek a vezetőivel, munkatársaival, önkéntesekkel. Milyen benyomása van? Mennyire aggódnak ők a háború és az energiaválságtól? Én azt látom, hogy azért aggódnak. Tehát most mindenkiben van egy ilyen nyugtalanság és szorongás, hogy ez pontosan mit fog okozni. Még az is benne van az emberekben, hogy a háború át is csaphat a maga fizikai formájában Magyarországra, amit én egyébként teljesen valószínűtlennek tartok, tehát ez azt gondolom, hogy nem fog megtörténni, nincsen benne abban, ami zajlik, de ugye az a probléma, hogy ahogy nézzük a háborúnak az eseményeit, tehát az, hogy valamilyen deeszkaláció bármilyen formában történne, vagy történhetne, annak nem látjuk a nyomát se. Tehát egyelőre mindkét oldalon, ha úgy tetszik, egy nagyon kemény háborús retorika megy. Az, hogy de jó lenne békét kötni, tárgyalóasztalhoz ülni, stb. Ezt egyre én körülbelül csak a magyar kormánytól hallom. Tehát az, hogy egyébként a hadviselő felek ebbe az irányba tolnák el a dolgokat, az egyáltalán nem látszik, és az eléggé elkeserítő. Van önnek egy másik kalapja is. Ön a kormányban foglalkozik a Mazsök Állami Közalapítvánnyal. Az elmúlt esztendőben a kormány nagyon sok pénzt áldozott arra a ezren felüli temető tömegre, ami az elhagyott zsidó temetőket illeti. A munka nem fejeződött be. Milyen esélyek vannak az ön információ szerint, hogy ebben az évben ez a kiemelten fontos munka folytatódik? Hát idén valószínűleg már, hogy is mondjam, csak az utolsó szálakat várják el, de ugye... Befejezés előtt áll. Befejezés előtt hát, ugye mindenkinek be kell fejezni, és el kell számolni a pénzekkel. Lehet, hogy lesz olyan, aki nem fog tudni egészen pontosan, sőt már láttunk azért ilyet, de a horizonton. De az a helyzet, hogy ott ugye a pénzek kilettek fizetve, tehát ez a pályázat már tulajdonképpen megvalósultnak tekinthető, hiszen túl vagyunk rajta. Igazából majd az lesz a kérdés szerintem, amit senki nem tud megválaszolni, nem csak a temetők ügyében, hanem egyéb más ügyben sem, hogy a 2023-as nehéz évet követően, 24-től kezdően lehet-e majd esetleg olyanokkal tervezni, amik mondjuk az ilyen programokat tovább viszik. Tehát a temető felújítási programot tovább viszik, mert azt szerintem fontos volna. Tehát az egyik legfontosabb a zsidó közösség számára, és én úgy érzem, tehát van egy olyan érzelmi, lelki töltete, ami nekünk látnunk kell és tudnunk kell, és én ezért szívesen folytatnám. Az, hogy erre jövőre nem lesz pénz, az gyakorlatilag borítékolható, az, hogy utána, abban én nagyon bízom, hogy lesz rá forrás. Van egy másik ugyanilyen fontos dolog. A minap volt a vendégem az Amerikai Úti Szeretett Kórháznak az operatív igazgatója. Egész Európában mintaértékűnek ítélték meg a kormány támogatását. A kormány rendbehozta szinte az összes egyházi kórházat. Eljutottunk a Szeretett Kórházig is. Egyetlen ott is már csak az elvarrásra van, tehát az utolsó etapra van szó. Ez vajon torzó marad, vagy sikerül? Hisz Lázár miniszter úr azt mondta, hogy amit elkezdtek, amin dolgoznak, az be is fogják fejezni. Van erről valami értesülése? Hisz a zsidó egyházzal is foglalkozik. Hát pontosítanunk kell, tehát az egyházi résszel, tehát ami szigorúan véve az egyházi rész, ez egyébként nem az. Az az egyházügyi államtitkárságnak a dolga. Tehát én ugye
a zsidó közösséget tekintve egy ilyen, ilyen átfogó funkcióban vagyok. Nem lehet könnyű. Nem, én élvezem ezt a munkát, tehát néha valóban nem könnyű, de hát ez melyik munka egyszerű, tehát most nem azért vannak viták, vannak konfliktusok, ez mindenütt van egyébként, tehát ezt nem lehet csak erre a területre nyilvánvalóan szűkíteni. Szóval ami a kórház életén, én bízom benne, hogy tud folytatódni, de ezek nagyon bizonytalan kérdések, hogy most pontosan mikor tud folytatódni. Igazából az is már nagy dolog, hogy hát ez több mint egy 5 milliárdos beruházás. Tehát azért azt látni kell, hogy egy gigantikus tétel lett oda betéve. Én nagyon bízom benne, persze, hogy tud folytatódni, és egyébként pedig fontos, hogy ez a szeretett kórház működik. Ugye messze nem csak zsidók használják, ezt pontosan tudjuk. Vannak olyan szolgáltatások, amik egyébként abban a kórházban, amik Magyarország szerte is az élmezőnyben vannak, ha jól tudom, tehát fontos, hogy továbbra is jól működjön. Hát a Magyarországon működő egyházi kórházak azok nem csak gyógyszerrel, hanem lélekkel is gyógyítanak, és hála Istennek a statisztikák egészen jók. És akkor ön az elmúlt időkben több olyan konferencián is részt vett, ahol antiszemitizmusról volt szó. Igen. Időnként föl is szólal ezeken, és harcos mezőbe tartozik. Orbán Viktor miniszterelnök annak idején kihirdette a zéró toleranciát. Én hiszem azt, hogy ez a jövőben is folytatódik. Hát látható, hogy folytatódik. Tehát én remélem, hogy ez mindenki számára jól látszik. Van, aki ezt néha kétségbe vonja mindenféle mondva csinált okokkal, amikhez semmi közünk nincsen, de valamiért egyeseknek jól esik ebből a közösségből is a magyar kormányt ütni, de összességében véve én azt gondolom, hogy aki itt él ebben az országban, az pontosan látja, hogy a zéró tolerancia semmi nem változott. Ami pedig a zsidó közösségnek az életét illeti, a működését illeti, abban az elmúlt években, amikor még azért ugye jelentős pénzbőség volt, vagy pénzbőség volt, inkább így fogalmaznék, Magyarországon is, azért nagyon sok forrás betettünk, és sok projektet tudtunk megvalósítani. Én erre személy szerint büszke vagyok. Bízom benne, hogy ez jól fog folytatódni. Most éppen egyébként egy antiszemitizmus elleni stratégia kidolgozásán munkálkodunk, azt valahogy az év végéig megalkotjuk a minisztériumokkal. Most ezt a munkát szeretnénk közösen elvégezni. Aztán nyilvánvalóan a folyamatában a zsidó közösséget is be fogjuk vonni, hiszen az ő véleményük az igencsak irányadó ez ügyben. Annyi időnk maradt a beszélgetésből, hogy ima az utolsó lehetőség, hogy mindenkinek jó beiratást kívánjon és kellemes ünnepeket, hisz még 2 nap és vége a nagy ünnepség sorozatnak. Önné Jákob a kamera. Hát, köszönöm szépen. Mindenkinek nagyon kellemes, boldog ünnepeket kívánok még a mai és a holnapi napon. Tisztelettel. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Szalai Bobrovszky Vince a miniszterelnökségről volt vendégünk, és akkor mondom a mai kínálatunkat a híradókon kívül. Szalai Bobrovszky után dr. Szatmári Péter, majd őt követi dr. Özvegy Jankovics Marcelné Rubovszky Éva. Ezt a beszélgetést is korábban rögzítettük, aztán itt lesz velünk Krasznai Csaba az NKI-tól, kibervédelemről beszélünk, majd dr. Berényi András, és végül, de nem utolsó sorban, dr. Sázsdi Antal, a Péterfi Sándor utcai kórház igazgató főorvosa, természetesen 4 órakor lesz felvételről kipa is. Ma a Világ zsidó szemmel című műsorunk az ünnepre való tekintettel elmarad, de ne aggódjanak, jövő héten dupla időben lesz. További jó tévézést, ne felejtsék el, ma ünnep van, ünnepeljenek is. Azt se felejtsék el, hogy az időjárásról nem beszéltem, viszont most gyorsan elmondom, 8 és 22 Celsius között várható. Figyeljenek oda a picik és a szépkurrak folyadékháztartására, és vegyenek olyan cipőt fel, hogyha esetleg eső van, abban nem csúsznak el. Híradónkat fogadják szeretettel, és ha valakinek építőjellegű véleménye van, rajta ragadjon tasztatúrát, ünnepek alatt most ne telefonáljon, de különben este 9-ig bármikor. És akkor jöjjön a híradó is, további jó tévézést!